Bár a tavainál nagyobbak lesznek a Sepsiszentgyörgyi önkormányzat bevételei, ugyanakkor megnőttek a kiadások is, ami elsősorban az idei évre beütemezett fejlesztésekben lesz érezhető. 60 millió lejjel emelkedett Sepsiszentgyörgy 2023-as költségvetése a tavalyi évhez képest. Idén 225 millió lejből gazdálkodhat a város. Leginkább a beruházásokon lesz a hangsúly, ezek nagy részét Európai Uniós forrásokból fedezik. Hangsúlyos része az idei év költségvetésének a mobilitási terv. Az elmúlt évek előkészítő munkájának eredményeképpen idén végre megvalósul 12 elektromos busz beüzemeltetése, 5 nagyobb útszakasz felújításának befejezése, egy kerékpár kölcsönző rendszer üzembe helyezése és új kerékpár utak építése. Bár a tavainál nagyobb költségvetésből idén hangsúlyosabban költenek városfejlesztésre, de a rendezvények támogatásából visszavesznek. Kultúra téren azt láthatjuk, hogy inkább az infrastruktúra javítás, illetve az egyes kulturális intézmények felépítésének a javítására került most a nagyobb hangsúly a költségvetésben, így rendezvényekre bizonyos mértékben kisebb az a költségvetés, ami jut, viszont ettől függetlenül az idei évben is nagyon változatos és nagyon tág a rendezvény palett a Sepsiszentgyörgyön. Az önkormányzat által szervezett programok számát még növelik is, de idén inkább arra koncentrálnak, hogy helyi erőket és helyi előadókat, szereplőket vonjanak be a rendezvényekbe. Ami a városi infrastruktúrát illeti, mivel a közszolgáltatások önkormányzati tulajdonban vannak, nem fenyegeti a lakókat olyan probléma, mint ami számos nagyvárosban előfordult, hogy nem viszik el a szemetet, vagy nincs víz. Emellett az iskolák és óvodák, az önkormányzat alárendeltségébe tartozó intézmények és a közszolgáltatásokra szánt működési költségek is biztosítottak. A 2023-as költségvetésből többek között a közvilágítás korszerűsítésére, tömbházszigetelésre és sportpályák építésére is jut majd keret.